Jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt a budapesti Ciszterci Szent Imre gimnáziumban. Egy nagyon rendkívüli adományátadó ünnepség egyik szervezőjeként köszönthetem önöket, és a CÖK-CÖKA, és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által életre hívott programon most egy olyan adományátadóra fog sor kerülni, ami lezárása egy lassan 2 éve tartó adományátadó programnak, és ma Csaba testvérnek fogjuk átadni az adományt, a Szent Ferenc Alapítványnak, és nagy tisztelettel köszöntöm is Csaba testvért. Köszönjük, hogy elfogadta az adományt, köszönjük, hogy itt van velünk. Azt gondolom, hogy ennél szebb adventi együttlét nekünk nem is lehetne, mint hogy egy olyan személynek adhatjuk át az adományokat, aki önmaga hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta gondoskodik olyan árvákról, magyarokról és nem magyarokról, határon innen és túl, akik azt hiszem, hogy nagyon megérdemlik az adományt. Tisztelettel köszöntöm Heisler Norbertet, a CÖK-CÖKA országos koordinátorát, akinek hamarosan át is fogom adni a mikrofont, hogy miért is indult ez a civil misszió, hol is tartunk most, lesz-e folytatás, hiszen amikor engem felkértek Csizmadia László elnök úr, hogy mint a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének az elnöke csatlakozzunk a programhoz, akkor nem is gondoltuk volna 2016-ban, hogy 2021. decemberében még itt tartunk, és még mindig van lehetőség arra, hogy adományokat adjunk. Azon civil adakozóknak, illetve cégeknek a jóvoltából, akik úgy gondolták, hogy adni mindig nagyon jó. Tisztelettel felkérem Heisler Norbertet, hogy röviden ismertesse akkor ezt a missziót, és hogy hol is tartunk most éppen. Tisztelettel köszöntöm Önöket. 2016-ban indult a CÖK-CÖKA keretében a civil misszió, amihez nem sokkal később csatlakozott a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége is. Ez a civil misszió 4 alappillérből állt, ebből talán a leghangsúlyosabbra a korszerű közétkeztetés, korszerű gyermekétkeztetés témája sikeredett. Ennek a témának a keretében, ennek a pillérnek a legkézzelfoghatóbb eredménye egy Ízigvarázs című receptgyűjtemény lett. Ez Budai Péter mesterszakács szakmai együttműködésével készült, egy olyan receptgyűjtemény, ami a közétkeztetési konyhák számára, de ugyanúgy otthoni használatra is alkalmas. Olyan ételeket tartalmaz, amik a helyi alapanyagokra vannak kihegyezve és felépítve. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a helyi alapanyagok minél nagyobb arányban kerülhessenek be a közétkeztetésbe. Látjuk a kormányzati szándékot is, hogy 60, aztán nem sokára 80%-ra emelik a közétkeztetésbe a helyi alapanyagoknak a beszállítási arányát. 2019 óta visszük tovább ezt a korszerű közétkeztetés témát, de nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi alapanyagokra, és éppen ezért találtuk ki azt a lehetőséget, hogy a hátam mögött található házi befőző berendezéseket, illetve aszaló berendezéseket adunk át önkormányzatoknak, az önkormányzatokon keresztül a közétkeztetési konyháknak, civil szervezeteknek, nagycsaládosoknak és helyi kistermelőknek, őstermelőknek. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan segítség, ami hosszú ideig kamatoztatja azt a tudást, azt a lehetőséget, amit átadunk, hiszen ha elhozunk ide néhány üveg lekvárt, akkor a lekvár az hamar elfogy, utána el is felejtkeznek erről az adományról, de ezek a készülékek ott lesznek 5-10-20 év múlva is, és ugyanúgy lehet őket használni. A helyi alapanyagokat fel lehet dolgozni, ha adományba kap egy civil szervezet gyümölcsöt vagy zöldséget, fel tudja dolgozni, és kész termékként tudja akár a saját körében is továbbadni ezeket az ételeket. Túl vagyunk az idei országjáráson, tavasszal 23 helyszínen jártunk, ősszel és itt a tél elején pedig 53 helyszínen jártunk. Tehát összesen 76 helyszínt érintettünk idén, szinte valamennyi megyében ott voltunk, átadtuk ezeket az adományokat. 304 készüléket adtunk át. Ezeket a készülékeket azért volt lehetőségünk átadni, mert több adományozónk is volt. Nagyon sok magánszemély támogatta ezt a kezdeményezésünket, illetve ezen kívül
A Magyar Fejlesztési Bank és a Szerencsejáték ZRT is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mind magát az országjárást, mind pedig az adományokat át tudjuk adni. Az elhatározás bennünk megvan, hogy jövőre is folytatjuk ezt az országjárást, folytatjuk az adományátadásokat, úgyhogy erre nagy szeretettel várjuk továbbra is az adományokat, hiszen én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó helyre kerültek, hogyha megnézzük, hogy ki az, aki kapta. Nagyon sok helyen civil szervezetek, olyan civil szervezetek, akik rászorulókon, elesetteken segítenek. Sok helyen, ahol jártunk az országban, mindenkitől azt kérjük, akik megkapják ezeket a készülékeket, hogy karitatív tevékenységet is végezzenek, tehát amit elkészítenek, lekvárt, befőttet, annak egy részét ne a saját civil szervezetük, ne a saját közösségük számára, hanem egy olyan szervezet vagy akár család számára, akik rászorulók, nekik juttassanak el ezekből a készítményekből. Hogyha támogatóink nem lettek volna, akkor nem tudtuk volna ezt megvalósítani, tehát nagyon nagy szerep jut, akár ha a cégeket megnézzük, a cégeknek a társadalmi felelősségvállalása nagyon-nagyon fontos az egész társadalom számára, hiszen nyilvánvalóan nem lehet mindenkin segíteni egy-egy kezdeményezés kapcsán, viszont olyan löketet, olyan lelkesedést tud elindítani, olyan példát tud mutatni, amivel mások is kedvet kapnak arra, hogy lehetőségükhöz mérten adományokkal segítsék a rászorulókat. Én még egyszer nagyon köszönöm annak, aki, vagy azoknak, akik lehetővé tették ezt az országjárásunkat, állunk elébe a folytatásnak, határon innen és határon túl. Külön köszönöm Böjte Csaba atyának, hogy itt van velünk, átveszi ezeket az adományokat. Köszönöm az eddigi munkáját is, és köszönöm a folytatást is. Nem véletlenül hagyta itt Norbert ezt az ízig varázs receptkönyvet, ugyanis a befőző automatákhoz, mindegyikhez jár egy ilyen csodálatos kiadvány. Én azt gondolom, hogy ebben az összegyűjtött 4 évszakra bontott receptgyűjteménnyel a fiatalok, a kevésbé fiatalok együtt tudják majd megvalósítani azokat a korszerű megfőzni, leginkább én ezt szeretem ezt a szót használni, azokat a finomságokat, amelyek nagy boldogsággal majd el is fogyasztanak közösen, hiszen a közösség építés is egy fantasztikus dolog, amit Böjte Csabáéknál megfigyelhetünk, és hiszen a testvérnek ez egy célkitűzése, hogy közösségbe tudjanak a gyerekek betalálni, vagy odatalálni. Én azt gondolom, hogy egy közös befőzés, egy közös főzés, ez egy óriási élmény lesz. Én tisztelettel felkérem most Csaba testvért és Heizel Norbertet, hogy Csaba testvér vegye el, Norbi pedig adja át jelképesen ezt a befőző automatát. Köszönöm. Használják egészséggel. Egy oda egy közös fotó. És természetesen azért a könyvet is átadjuk. Norbi addig megfogja, vagy ahogy... Fantasztikus receptek. És hogyha van saját receptötlet, akkor kérjük szépen, ossza meg majd velünk. Kedves Norbert, kedves hölgyem! Igazából, hát tényleg szeretnék köszönetet mondani, de azt is szeretném elmondani, hogy ugye közel 80 helyiségben 1330-40 gyereket gondozunk, és a múltkor az egyik helyiségben egy elég nagy vállalkozó jött, és kérdezte, hogy hány gyerekre főzünk, és hogy ő főzne. És nagyon nehezen tudtam elmagyarázni, hogy nem igényeljük. És kérdeztem, miért? Nem jó az ő étele, mert vacsora ebédeltünk ott nála. Mondtam, azért, mert végül is én nem csak enni akarok adni a gyerekeknek, hanem szeretném megtanítani, hát, hogy a konyhába ők szerepeljenek. Mert előbb-utóbb férhez adom őket, és hát aztán na, jövendőbeli vejem, nem szeretném elhajtson a feleséget, nem tudom, hogyha belefér egy vicc, akkor a fiatal asszonyk a férhez megy, és ugye eltelnek a mézes hetek, és a férje elkezd dolgozni, keményen, és jön haza a munkából, na szívem, mit főztél? Hát ez olyan laskát, tésztát, ilyen. Na hát, jó, mit rakjak rá? Hát diót, na jó van, legyen rádió. Na,
aztán másnap megint mit főztél szívem? És hát azt mondja, maskát, száraz tésztát. Hát mit rakjak rá? Túrót? Hát túrót, jó vannak. Harmadnap megint mit főztél? Hát maskát. Na hát azt mondja, akkor tudod mit rakjál rá? Ezt a kicsi piros fedelet, és mit haza apádnak, és mondja meg anyádnak, és mondd meg neki, hogy tanítsanak meg főzni. Tehát gyerek otthonban nincs úgy, hogy hazamen, vakációban, vagy alahós megtanul főzni. Nálunk kell megtanulja mindazt, amit hát ugye egy édesanyja, amit egy feleség, de akár egy férj is konyhán odahaza, az enni mindenki szeret. Úgyhogy igazából tényleg köszönöm szépen ezeket a ajándékokat, meg ezt a receptes könyvet, mert hát hogy mondjam, én szétosztom a házak között, és mondhatnám azt is, hogy jöjjenek el, és nézzék meg, hogy tényleg megtanultak a lányaink főzni, a fiaink eltenni. Isten áldása legyen önökön, és örvendek, hogy ránk is gondoltak, és mindazokat, akiket még megajándékoztak, azoknak is, önöknek is kívánunk áldott karácsonyi ünnepet, hogy berakjuk a karácsonyfák alá. Isten áldja önöket.